Sziasztok, időjárás után! Folytatjuk a Finis Már észretelen Justice for All-t a második epizóddal. Úgyhogy... lássunk hozzá! Reunion and Turnabout. És mit fogok tartalmazni? Előre mondok valamit. Ez az epizód lesz a legcsajosabb rész. Úgyhogy remélem, hogy többen nézitek. Ez nem baleset volt. Elaltották. Megölték. Az akkor... Inget ezt a nénia. Autóbaleset. Ezért álltam bosszú. Ez így fair. Nem igaz? Így. Végre újra láthattak, és... ez nem a te hibád, nem te tette. Tétek ugye? Majd megint vádlott lesz. Tehát ez arra fog szólni, hogy megint majd a vádlott lesz. Úgy változással, hogy észre egy peren elég volt megmenteni őt, persze igaz, hogy az ügyét fizettem, hogy itt az állt, így magamat kellett aztán megvédenem, de most már nem kell magamat megvédenem, hanem végig maja. Azt gondolja magára, hogy ölte meg azt a szemét. De az ügyvéd ezt nem hiszi. És hogy kezdődött? El se hiszi, hogy ilyen történt. Második epizód. Újra találkozás és per. Vagy megfordulás. Június 16, 3 óra 34 perc délután, Wright & Co. törvényiroda. Nézzétek ezt a buzét! Fogta be hozzá a szemeket! Ilyen fejlett őket is! Hogy lecsúszik a szemeket, mindig feltetni! Nagyon depressziós. Elég dühös. A időjárásos szájra a tévében. Na, időjárásra beszélgetnek elsőre. Ezért nem akarna esenyőt fogni. Ah, te ügyedél, kocsonyom. Ah, nem tudom, mi rosszul ink. Vajta, ez kell... Szerintem is ütetek, hogy fogja lecsöztük a szemek. Minek ott szenved, hogyha mindig lecsúszik? Dr. Turner Gray a neve, és sebész. Emiatt az incidens miatt van itt. Helytelen kezelés a Gray sebészeti klinikán, és 14 páciens veszette életét. Tehát orvos. És ez dűti. Hallottad? Dühít!
Igen, hallottalunk, egyetértek, tényleg dühös. Dítő. Aki miatt szarban van ez a nővér. Ő volt az, aki... A kezelést elbaszta. És emiatt 14 páciens összetéltétek. És mert meghalni, hogy... Hogy... Miért beismerte volna a... tették. Még nem is mondott semmiféle magyarázatot. És emiatt ma... Jöhetett létre az az autóba esett. És így csak életben van. De egy évvel ezelőtt történetet. Egy misztikus végzetes baleset miatt... igen, 14 ember vesztette életét egy orvosi helytelen kezelés miatt, és a nővér... Zsáj dolog életét vesztette a misztikus végzetes balesetben. És azzal vádolja Dr. Great, hogy ő okozta azt a balesetet. Így akarták elintézni, hogy és ő akarta úgy elintézni, hogy ő legyen a felelős ezért az incidens miatt. Hogy miért tenne ilyet? Miért ölné meg azt a nővért? Hiszen ő ölte meg azt a 14 páciens, nem ő. Egy évvel ezzel történt a dolog, mizé hozott most ilyen. Egyszerű. Eszébe jutott valami. Sajnos a panasz az, hogy a klinikájára senki sem jön. Ügyvéd sem ment volna ilyen helyzetben, de sebészethez. És mit akarsz? Mit tegyek? Hogy segítsek bizonyítani, hogy ártatlan. Ugye tudod, hogy ügyvéd vagyok, nem egy privát nyomozó. Nem, ez valami, amit csak te oldhatsz meg. Maya Fey. Ismered ezt talán, ugye? Honnan tudja a nevét? Hallotta, hogy... hogy neki dolgozott. Ő alatta dolgozott. Jó, és ez a múlt idő, bocsánat. Szóval néhány perre részt vettek együtt. De most visszatért... a szülő városába. Hogy tréningezzen, a médiumi képessége miatt. Ilyen híres lenni, Maya.
Szóval azt is tudja, hogy csatornázzál. Úgyhogy szeretnél csatornázni magukat. Azt akar idézni meg magán a nővérnek a szellemét. Csodálkozok azon, hogy mi a terve. A fői családban mindenki, aki legalábbis csaj, az mind médium. És most kezd igazán felnőtté válni. Ez... Egy feltételt adott azért, hogy beleegyezzen abba, hogy idézze meg a nővért. Méghozzá az ügyvédet, hogy ő is jöjjön. Tehát nélkül nem volna hajlandó. És ezért keresett meg. Te is látni akarod, ugye? Szóval ezért találkozhatott Majával. Addig 3 nap telt el, és megkezdtünk Kurain Village-be. Vagy Kurain falujába. Szóval ez volna a Kurain falu, Maja szülővárosa. Egy kislány. Hello. Elrohan. Búcsú egy lány. Hi, Pearly. Igen. Tehát a neve Pearl. Nick! Maja Fay. Maja, hogy vagy? Örülök, hogy látlak. Nem gondoltam, hogy megérkezem. Két óra volt vonattam. Ha tudom, hogy ilyen messzű, ilyen közel vagy, akkor többet, többször áldozatlak van meg. De nem engedte volna meg, ezt ő dönti el. De hát amíg felté nem válik. És nehézen, keményen dolgozik. Gratulálok. Tehát jól megy a médiumi képessége. Beszél. A mai csatornázás. Tehát most jön az igazi munkája. Így ismerje meg ma intelligenciás hálózatát. Lássuk csak, 14 emberre halt meg egy hitelen kezelés miatt Dr. Gray kórházában. És ezt... És ezért a művét kell vállalni. Ez a hazugsága, hogy Dr. Gray ölte meg. Miért az a tabloid? Húz! Csak húzom a lábam. Ezt ijesztő dolgot mondok. Akkor én faluljam. Szóval ez a szülvásod. Médium Valinak is nevezik az emberek. Érdekes. Aki itt laknak, azok szellemi médiumok?
elég sokan. A legtöbb leszármazott az. De csak a csajok, médiumok. És a férfiak? A férfiak itt a falon kívül dolgoznak. A lány korlában. Ismered ő? Pearly. Pearl Faye. Az unoka testvére. Vagy a kuzinja. Tehát ő is médium. És igazi géniusz. Amikor csatornázásról van szó. Remélem, hogy nem értettem meg, amikor próbáltam beszélni vele. Nem miattad. Csak van a négyem két erre. Hogyha így gyanús alak jön ide, fuss el. Hát ez nem szép tőle. Remélem, nem veszed fel a training ruhát, kezdődni. Persze, hogy nem. Ez a Pearl a nagynényének a legnagyobb kincse. És nem engedi, hogy a városba kóstáljon. Így emiatt nem tud sok mindent Kurén faluján kívül. Nagynény. Pearl anyja. Itt az időbe elkezdeni a csatornázáson. Tehát a házában lesz. Amikor készen van, akkor már buggerzhetnek, de ez nem fog olyan könnyűen elfordulni. Meditation szóval? Meditációs szóval. Június 19. Fejmenor meditáció szóval. Örülök, hogy... örülök, hogy itt vagy. Egy jó időnk van most. Nem vagy boldog? Ne, egyáltalán nem. Ez a meteorológus nő megint rossz hívástól. Mazsgálkod és kutyákod és így ma. Nem tudom, én nem értem. Ezt inkább hagyjuk. Ez nem fontos. Na, itt van egy térkép Kurén falujáról. A mai csatornázás. És mit fogsz tenni, hogyha meg tudja idézni a nővér szellemét? Nem egyértelmű? Azt akarja, hogy írasson vele egy kézzel írott valamást. Egy vallomást. És ezt akarja lenni. Egy év ezelőtt, május 2-án 14 páciens vesztette életét az ügyetlen gondatlansága miatt, és aztán május 24-én elaludtam a kormánynál, és meghaltam egy autóbalesetben a gondatlansága miatt. Sajnálom, és hogy elnézést kérek a gondatlanságomért. Ezt akarja, hogy írja. Emiatt a vallás miatt tisztázódna a neve. Honnan hallottad Maya fényerét? Hát bizonyára valamiféle... értemről.
Az a lány ismertette meg vele. Igen, Maja a mesternek a lánya. Szóval ide fognak majd bemenni. Hogy találkozok vele? Június 19 fémen a csatornázókkal van. Halljátok ezt a zenét? Ebből is egyértelmű, hogy a játék japán. Egy ilyen japános. És abból tudom, hogy nekem van kitaró szám. Úgy hívott, hogy jó uram. Ki volna? Phoenix Wright. Akkor tenni az a jó út. Ügyvéd vagy, ugye? Jó uram. Sokat hallottam Mystic Maja-tól. Vagy Misztikus Maja. Tényleg? Misztikus Maja nagynénye, Morgan Faye. Örülök, hogy látok. És beszélni akar valamit arról az incidensről. És jó a kérdezős külön. Hogy nem felejtettem el, mit? Most veszünk olyan előtt. Vesz. Maja? Miért adtad hozzá misztikusat a Maja nevéhez? Nem furcsa? Jó uram. Igen. Hogy én vagyok durva! Hogy ezt kiérdemeld. Na ez az ördögi arca. Tehát ami misztikus formát jelenti, ez a vére. Vér? Igen, a mesternek a vér. Maja az, aki... Az utolsó, akinek van helye külön csatornázott technikában. Jó, komplikált. És itt családtag. Szóval, hogy nem lehet mestere ennek az iskolának. Milyen erős volt? Hát... nagy kár. Szóval kis szinten van a mesterhez képest. A mai csatornázás? Igen, van a les. Elgáros lehet ehhez. Tehát itt lesz ez a helyszín, ahol megpróbálják ezt elintézni. És ő készíti fel rá. Ez a csatornázó kamra. Tehát itt beszélnek a médiumok a szellemek. A szellemek az, ahogy magukba csapnál. Csak
a médium és a kliens léped ide meg. És nem láthatjuk ezt a technikát senki által. Még Adam sem. Az én részúságom érdekében teszi. Hogyha van rosszul sinne. És be fogják zárni az ajtót. Tényleg akkor igazán találkoztam el a lányával. Angyali kislány. Ja, már mondod, hogy akartam. Azt mondja olyan, mint Miki. Mint Miki egér füle. Te is olyan vicces. És mit akartam arra mondani? Egy aranyos? Van egy kétség eszély. Nem ismer a gonoszokat a világban, de... Hogy vigyázzak volna. Június 19, Fey Manor. A Winding Way az nem tudom. Ez van felégető. Side room. Június 19, Fey Manor. Oldalszoba. Valaki itt alszik. Nem kéne megszavarnia. Hé, te! Várj! Kérdezi a kalvát. Hallotta ezt a hangot valahol. Lata hát! Hogy vagy? Már régen nem láttalak egy éve. Te vagy Lotta Hart. Bingo. Paranormális fotográfus. Még mindig fotográfus. Persze. Most egy igazi szenzációt akar látni. Itt nincs ideje, idői kocsik. Csodálás mindjárt kezdődik. Sietnénk-e a meditációs szobába. Az előző ügy, az a negyedik ügy az Ace Attorney-ből, onnan lehet ismerni. Meditációs szoba. Most kezdődik a csatornázás. Éppen kezdődik a dolog, de nem fog jól esni. Nem is fognak, mert ez... Mert azt nem fogod már meg. Van a kulcs. Igen. Úgy vigyázzon rá rendesen. Nem veszik ilyen. Köszönöm.
Már be is zárta. Csak nem sejti, milyen csapda vár rá. Már csak várni kell egy kicsit. Miért nem mehetünk be ebbe a szobába? Hát emiatt ideges, mert itt fotót akart volna úgy csinálni. És hol tanultam? Jövök a szív országában. Hogy térjen vissza! Ulyan. Ha nem követed szabályokat, akkor távol. Most tényleg kérdés. Jó, elhallgattam, de az biztos. Most várni kell. Lövés? Mi volt ez? Mi? Két lövés? Még lövést hallott. És mi kell tenni? Betörni! Mivel egy kulcs van ott. Ahogy a filmben is. Hát engedni, hogy betörjön, de egy gond van. Ne állíts meg! Ma kifizetjük a számlát, te. Irodából. Bang! 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 Dr. Gray meghalt. Fotó. Valaki megölt. Maja, az az ember megölt engem. Tehát én öltem meg. Mi? Még egy csepp. Ott a Jenko. Most a tökéletes alkalom lőni. Még tényleg Maja? Azt akarja, hogy távozzunk. És hívjam a rendőrséget. Csak hogy ez mind a terve része. Még Maja se sejti, milyen nő az anyjénye. Kérde, hogy hívjam a rendőrséget, de a telefon függét kellett választani, mert nem volt jó a telója. Már úton vannak. Mit láttál? Ugye nem úszta meg a ravaszt. Bizonyám, még nem érte ahhoz a csatornázáshoz. Csak ketten voltok? Dr. Gray. Mit tudsz az orvosról? Nem sokat, de utána nézett. Ez a rossz neve van. Hát ugye sebészet ezért... Dog. Ők személyisítése bizonyára bűzlik, mint a sérfő, vagy a birka. A nővérei... Na, mindegy meditáció szóval. De van.
hogy van majom. Visszatért a világot. Hát sikeres volt a technika. Hogy lássa. Még elájult. Szóval várjon. Megjött a rendőrség. Gumshoe detektív. Erre az élet. Mireg idén? Ez az idő, meg kell vizsgálni a bünti helyszínét. Mindenki ki kell kérdezni. Gumshoe! Ők ketten mentek be. De nekem is ki kell kérdezni mindenkit. Ja, már mondani is akartam. Ebben a Justice Forral van, vagy a ettől a játéktól kezdve egy egész szokatlan bemutatót fogtok látni. Most jött rá. Oldalsó szoba. Meg kell kezdeni? Mi? Értitek ugye? Csak ugye értik? Változott a szituáció. Lássátok, ez a csaj sokat lájkozik! Egy gyilkosság történt. Egy ember megölt egy másikat. Milyen időszak kell keresni? Igen, úgy sem. Inni májni. Elég nyugodt az képest, hogy itt gyilkosságról van szó. Egy tanul parafiziológiát. Szupertenszés fenomenon. Egy szilkus erő. Inni-májni. Mi szélhozott ide? Ő volt az, akiben... Igen, ő is mentette meg Maját, Dr. Gray-en. Ismered a jó szellembe médiumokat? Tárgya. Akkor miért adtál? Nem érti jó magát. Valami allergiás volt. Valami kaját adhattak neki. Beteg volt. Próbálja magát kihúzni valahogy. Szóval itt al. Elebéd óta. Tudsz valamit a gyilkosságról? Nem tudsz semmit. Ki jött? Ki történik? A sebész. Ki
Majd segítik egymást. Nem tud semmilyen Dr. Gray. Nem az, amit Dr. Gray mondott. Egy pácien se volt neki. Június 19 Feynman-or, Winding Way. Nincs itt senki. Csak Pearl. Hogy vagy? Pearl vagy, ugye? Csendes. De van egy kulcs. Nézzétek, mit történik, hogyha beszélni akarok vele. Elrohan. Hogy a hajában van baj, hogy tüskés. Meditációs szoba. Menjünk csak. Bizonyára megvan ilyen. Lada. Nos, vagyunk én még ijesztette, aki a vásárol. Hogy ő, én ijesztettek meg? Ha nem lenni ilyen erős, bizonyán még egy ott test lett volna. Figyeltél valamit? Egy dolgot. Ez sok neki a vétel szemek közül. A csíjes fotográfus se próbál lenni. Yeah. Mi az? Néhány forró képet te tudod tőle megszedni. De ez inkább kettő, mert kettő lövést hallott. Szenzációs sztori lesz ez. Ők benne a... Ők benne a vágy, hogy ezt elárulja másoknak. Jó van, Lottával már nem kell beszélni. Majd. Tessék! Jaj, már emlékszem, még a Challenge Chamber. Azt is már kell nézni. De nem látja sehol maját. Hogy ne ijek hozzá semmihez! Igazából kérdezni akartam valamit. Az egyetlen ön kitette ott ma. Gyűjti a bizonyítékokat. Halál oka. Fejre volt lőve. És le volt szúrva késsel. Tehát készúrást és lövést kapott. Tehát miután leszúrták, hát kapott egy fejlövést is. Meditációs szoba.
Na itt már Morgan és Ini találkozik egymással. Szóval a nyomozás tovább fog tartani. Szóval azt akarja, hogy itt aludjunk. Így aztán... Elég örült sikerült. Maját letartóztatták. Tehát így lett Maja letartóztatva. Tehát most végig Maját kell megmenteni. Magamat nem kell, mert már észidőben megtörtént. Azt mondja, hogy a holnap, június 20, 8 óra 2-ben. Akkor mindegy, hogy szerintem be kéne mennem. Még. Mit fog most tenni? Én sose gondoltam volna, hogy ilyen de rosszul fog esni. Nyugodj még Maja, és lélegezz. Ez volt az első okom, amikor találkozott. És itt kezdődött. Végre láthatta a kés. Nem a te hibád, nem te tetted. De a nagyon biztos abban, hogy ő tette. De ez nem számít neki. Gyenge volt, hogy nem tudta irányítani a szellemet. Pedig... Hogy nem kéne szép... Jó lennem hozzá. Csabonázásra. Az anyja volt a mester. Ez anyáról... Lány... Nyára száll. Csatolás nem igazi. Hiszel rejt, ugye? Amikor csatolázik valakit, akkor megváltozik a jelenléte. Egy kis ideig. Például így. Mi történt? Tehát énkor besukadták a szemünket. Bezárták az ajtót. Besukták minket. És elkezdték a csatornázást. Ez minden, ami emlékezett. Elvesztette az eszméletét. És nem emlékszik semmi. És érezte, hogy nagy lényeg tartotta a karjában. És a ruhájában vér volt. És álmos volt. Na itt már van egy ellentmondás, de ami a végén fog kiderülni. És mit álmodtál? Hogy halott volt, és hogy bizonyára elhalmasztották a földön. Nem tudott mozogni. És fuldoklott. És ismerős bűzt érzett. Na ez egy fontos információ volt, ez, hogy álmodott valamit. Egy szakértő ezt mindjárt el fogja állulni, hogy ez mit jelent. Nem sokan visszatér. Itt is így vég leszek. Nem érdemes, hogy már ezek meglepődve.
szintén dögött. Ebbe elég. Itt reménytelen, azt mondják. Nem sok állvág. Nagyon meg van ilyesbe, az biztos. Holnap lesz a tárgyalás. Ez az ékszer. Ezt úgy hívják Magatamak. Na ez lesz a szokatlan dolog, az az eszköz. Ez varázslatos bűvölés, tényleg. Ami megvédi őt. És adja meg a Pearlnek. Neki akarna átadni a spirituális erejét. De nekem még érdekesebb képesség is van. Meg kell mentem magát bármi áron. Hoppá, elfelejtettem valamit. Szükségem van erre a papírra. Miért még megyek? Már csak egy nap maradt hátra. Na kell ez az újság. Ezt hagyta itt az irodában. Meditációs szoba. Most egy deszélyt állodott, bizonyára. Gánsodat eddig nincs itt. Itt a lehetőség. Most beszélhetni egy bizonyítékot. Morgenfély nem fog ebben akkor állni. Jó reggelt. Találkozni akarni Fikus Majával. Egy gyotva érzem magát. Még van persze, még ez miatt megsértődni, hogy nem mondtam ki, amit Fikus szól. Hát ijesztő, de gonosz is. Ez egy pár kérdés. Mi történt? Ezt nem kell fordítani. Mit történt azután, de miután, de... Azután, hogy csíta, majd is így. Azt hazudja, hogy a technik... Mikája segítségével elintézte, hogy nővé eltűnjön a másik világot. Ezért hozták létre, hogy Trogidát elkerüljék. Ha erős szemben küldte ide, azaz szellem bizonyára erőszakos lehet. Mikor egy szellem egy médium testébe kerül, elveszti az akaratát,
és önmagát. Nem veszélyes? Egy tapasztalt médiumnak kis problémája van vele. És ezért akartad bezárkodni. De azt nem gondolták volna, hogy csöve veszélyesebb. Örülök, hogy néhány gyerek. Hány nem tudom micsoda, nem sérült meg ez, ez az itt kérdésem. Én például ez. Ezen írások vannak. Föl. Önnek is van egy spirituális ereje, hogy mesteré váljon. Ne nyűgöző. Föl különböző. És lenyűgöző ereje van ehhez. Egy csatornázó csoda. Így büszkeség a családban. Jó, akkor most meg kell vizsgálni ezt a helyet, hogy nem tudom mit. Olvashatatlan dolgok vannak ráírva, de találta egy lyukat. Ez egy elég fontos bizonyíték. Na, már megint így beszél. Föl nincs itt. Nincs is ilyen a side room. Hogy fogalmi most! Mit vég? Mr. Smith? Right! Miért vagy itt? És bal a fiziógiát tanult. Tegnap ezt mondtam. Még miért van még mindig itt? Nem van zavarodva, az biztos. Na, talán sok íva nem mond más. Kérték, hogy maradjon egy kicsit. Mi történt? Ijesztő. Van valami sítő? Á,
Hát nem mond sok mindent, az biztos. Mi nem tudunk mondani semmit. De ha mégis egy megbeszél ez a victim, vagy áldozatos dolog. Hogy nem tudja, miről beszél. Valamit rejtéget, az biztos. Na, most már végre best. Itt van Pearl. Meglepte. Hogy vagy most? Nem egy barátságos. De mindig a kezében van kulcs. Mutassuk meg neki, hogy miért vagyok itt. Lássuk, vajon hallandó vagy-e megszólni erre. Elsírja magát. De... hogyha Morgan meglát így, akkor... lesz a bekezd, aki itt csatornáznak. Ezt Mystic majája. Na végem ezt van. Ki vagy te? Phoenix Wright. Dolgoztam Mayával. Mr. Nick-nek hív. Szóval tőle hallott azt Nick nevet. Tudom ki vagy. Te vagy Mystic Mayának a különleges valakije. Mi? Hogy te fogsz segíteni Mayának, ugye? Ezt fogod tenni, ugye? Igen, azt teszem. Gyöntött, évese! Ragyogod! Hogy ragyog a szem. És szerelmesek vagyunk. Féltik egy Mystic Mayát. Egy gyönyörű kapcsolat. Hát jó ember, az biztos. Hát most segíteni fogom be. Most már hajnodó megszólalom, tehát így már beszélni is hajnodó. Föl? Barátja vagy Mayának? Hát örömmel barátkozik vele. Olyan akart lenni, mint Misztikus Maya. Amikor az emberek nem használják a Misztikus Maya nevét, akkor megölül. Bocsi. De ha te vagy az, Nike, semmi gond. Mert... meg különleges vagy számára. Hogy melyik csatornázó iskolába járta? Hogy külön technikáját tanuljok. Ügyvéd vagyok. Ugyanek van közel a médiumokhoz?
Nem tudod, mi az, hogy így vég? Sajnos nem. Az tárgy a kezedben. Hát a tegnap. Hogy odaadnám? Persze. És hát nyugodtan add csak oda. Na ez is egy pontos bizonyíték. Szükség is volt rá. Hányos vagy, hogy így hivatlan. Biztos vagy benne, hogy megtarthatom ezt a magatámat? Kérték, hogy adjam oda. De nem fogadhatja el. Hogy spirituális energiát tudna átélni. Like this. Ez segíteni fog. Na, Justice vonatok kezdve ez hasznos eszköz lesz. Itt már felfedezhetem az emberek titkait. Hogy csatlakozhat hozzám egy kicsi ideig, hogy meg tudjam, hogy hogyan lehet használni ezt a magatámat. El tudja magyarázni magatámat erejét, amikor találkozunk valakivel, aki titkot rejtéget. Tehát ő is, ha hasznos tagja lesz majd nekem, mint asszisztens. Június 20. Meditációs szoba. Szóval ezt az ügyvédje, ugye? Igen. Sajnálat téged. Bárcsak azért te odaadon állhatnék. Gamsudetti. Nem kéne ezt mondanom. Na, nagyon sikerek, hogy... ezt Pearlnek mondta. Nem vagyok ijesztő, őszintén. Mutatni akar egy pisztolyt. De ezt nem szabad neki mutatni. Ez csak ott él. Maja bűne. Nem hiszi, hogy meg tudnám ezt nyerni. Pár bizonyítékukat bizony van. Viszont... mit ugyanaz a helyzetről? Ugyanazt tudja mondani, mint amikor más egy stöltel kellett először küzdenem. A bizonyíték bizonyára az ott van. Lothar. Hogy nem tud. Hogy más nem tehette, csak Maya fél. Mit mondja Pearlnek? Áldozat. Az áldozat nem volt szuper híres, de az emberek tudták, hogy ki. Hát újságokat keresett. Újságokat nézett róla az előző évben. Van néhány papírja, az biztos. Bizony a kereseti az sebében. És érdekes lehet. Ez elég fontos bizonyíték, tehát azt is meg kell szerezni. De előbb
a holnapi tárgyalás. Hát két híre van. Egy rossz és egy még rosszabb hír. Hát, de biztos, hogy nem fog tetszeni. Nem véletlen. Az ügyészítő Von Karma lesz. Manfred Von Karma, a veterán ügyész, aki nem vesztett egy ügyet se 40 évig, egészen addig, amíg meg nem jelent. Gyertek, egy gazember volt, de sikert lebukta. És a még rosszabb hír. Az volt a gép... Szóval az utódjával kell megküzdenem. Manfred Von Karma utódjával. De hát keményen... Ez egy kemény per lesz. De nem csak, nem egyszerűen kemény, fájdalmas. Olyasmi, amit Manfred Von Karmánál nem kellett elképzelnem. Ki ez az utód? Lehet, hogy Von Karma kölyke. Én nem vesztett perte, és 13 évesen kezdte az ügyészi karrierjét. Ez nagyon többentes, ugye? Ezt nevezhetjük úgyis a világ legfiatalabb ügyészet. Úgyis nevezhetjük, hogy csoda ügyész. 13! 13 is önvált ügyészé. Németországban nőtt fel. Ez az ország, ahol tehetségesek még fiatalon is el lehet élni bizonyos célok. Ezért nem hallott róla. Hát borzalmas sem úgy, ha van emiatt. Miles Edgeworth ügye. Miles Edgeworth pere. Persze ebben... Amikor most vagyunk, akkor Manfred Von Karma bizonyára már nem él. Azt nem mondja senki, hogy hogyan halt meg. Ezt is meg kell mutatni. Na, tehát mégis megmutatjuk, hogy 14 ember halt meg. Röhelytelen kezelés miatt. Autóbalesetről is van újságja. De erre is szükség lesz. Jó, vele már beszélgettem, úgyhogy most... irányja az... az oldalsó szoba. Vagy egy aranyos. És azt hiszem, hogy a lánya vagyok. Most figyeljétek, mi történik, hogyha erre rákattintok. Láttátok ezt? Mi ez? Én látom ezt. Ez egy zár. Egy személy szívének zárja. Ez a Magatama ereje. És csak én láthatom ezt a
pszichikus zárat. Minél több jelenik meg ott, minél több titka van valakinek, annál több zár jelenik meg. És ha egy van itt, akkor az könnyű lesz kinyitni. Tehát magátámát használja enni a személyén. És vegyük le azt a zárat. Egy próbát megér. De óvatosnak kell lennem. A hibát követek, bántani fog. Szóval le kell állnom, hogyha nincs bizonyítékom. Tehát itt van egy... Itt van egy titkos zár, amit meg kell nyitnom. Ha azt feladom, ez eltűnik. Jaj, nem ez, bocsisz. És most... Take that! És most! Oldjuk be ezt a zárat. Tehát látjátok ezt a... Ezt a zöld izét. Ez csökkenni fog, hogyha rossz választ adok. De vissza is tud nőni, hogyha ki tudtam nyitni. Aztán tudod, hogy ki a Dr. Gray. És hány szóval mondjam el, hogy ismét én megvan. Hogy hol a bizonyítékom? Hogy véletlen is találkozhattam. Akkor mutassunk azt a bizonyítékot. Na ezért is kellett Gamsúval beszélnem. Take that! Ha utána nincs zene, az azt jelenti, hogy helyes választottam. Igen, sztori a bal esetről. Mimi Miney. Nem ismersed Mimi Miney? Szóval rájöttél, hogy ő a nővére. Szóval a nővére teszett el. Szóval ő volt az a nővére. És Gray volt a doktor. Szóval innen is mehet a Dr. Gray. Na így lehet letörni azt a zárat. És le se csökkente. A HP-m. Így most már hajlandó beszélni. Egy nővér neve Mimi Miney, egy nővér a klinikán. Dr. Gray kemény volt az emberekkel, mint úgy bánt velük, mint a szolgákkal. És túl dolgoztatta. Szóval ezért adhatott el a kormány. És ezért történtett az a balesete. És ezért hallhatott meg a helytelenkedést. És ő okozhatott a helytelenkedést. De ezért a doktor hibáztatta. De keményen dolgoztatta. Mert elmondtam, mit kellett. Szóval így működik a pszichikus zár. Akkor kell felvenni a titkot, amikor szükséges. Ez könnyű volt, de előfordulhat,
Hát, hogy valakinek több szirkuszás megjelenik. És nincs, ha nincs egy viszont, hogy legyen kovatos, és tudjam, hogy mikor szabad leállni. Mr. Nick? Mi a gond? Én sose hagytam Mercury faluját. Menjünk közül. Találkozom Mr. Mayával, ugye? Mondom neki, hogy szia. Várj. Elrohant. De tudom, hogy initikál. De azt még nem tudja, hogyan menthetné meg Mayát. Nem tudja, hogy hogyan álljon hozzá. Üntető center. Na itt be is fejezzük. Nem tudja, mit kell tennie. Mindjárt kifúgy az időből. Tudnék valamit tenni? Meg tudom menteni? Bocs, hogy megváltalak. Régen nem láttunk egymást. Ez a hang. Pia! Igen, de... Maja nővére és mentora. És Miss Wright mentor. És mint tudjuk... vissza kell vonulni a vető. Mert Red Bug megölte. Viszont... ha bajban van, akkor... Maja csatornázása segít neki. Nem vághatsz ilyen képeit a kliensed előtt. Az ügyvének mosolyognia kell, bármilyen rossz is. Főleg, hogyha rossz. Nem mosolyoghatsz a végén, hogyha nem mosolyogtál sokat. Tehát nem szabad ilyen kép arcot vágnom. Tehát megint bajban van a húga. Most tőle kell kérdezni, mit tegyek. De tudom, mit kell tenni ilyen esetben, megvédeni. Hinni az eltéri. Az ejtésedben. És harcolni azért a felmentését. A nem bűnös ér. Hogy lesz biztosabban nem bűnös? Tudja, hogy nem az. Na itt az ellenmondás, hogy médiumoknak nem lehet álmuk. Bizony, ha egy médium csatornáz valakit, akkor lehetetlen, hogy legyen álma. A szelleme eltűnik, hogyha egyszer elkezd csatornázni. Ami azt is jelenti, hogy lehetetlen, hogy valaki álma legyen abban az időben. De akkor ez mit jelent? Szóval Mayát átverte valaki. Vagy valaki. Szóval emiatt őt kell megvédenem. Mert bizonyára akkor nem csatornázhatta, hanem valaki átverte. De olyan valaki lehetett, aki bizonyára nagyon meg akart szabadulni tőle. Bizonyíték? Uh,
Vagy a kezemben hamzódik. Szanál van kulcs. Látod ezt a kulcsot? Hogy mindent elérhessek, ami történt ebben az ügyben. Kezedben van az a kulcs. Itt elmondásos a helyzet. De ezzel kéne az esőpet vagy túlélni. De hogy nyerjek, hogyha nem tudom ki a gyilkos? És most figyeljetek, mik? Három szíkuszál! Szóval ön látja azt a három szíkuszálat. Tehát ez két nyomozásos lesz, tehát a másik nyomozás van, de el kell érnem, hogy lezárjam valahogy, hogy ki is most a három utára. Folytatjuk. Az elég hosszú volt ez a nyomozás. Mentés. Jó van, már elég lesz. Ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni. Legközelebb az első perc folytatjuk, de az bizony rohadt fájdalmas lesz. Mert Von Karma utódjával kell felvennem a harcot. Tehát a legfiatalabb ügyésze. Úgyhogy egy született ügyésszel fog legközelebb meggyűlni a bajom. Legközelebbi videóban majd megfigyeltitek miért. Úgyhogy már a búcsúzom. Sziasztok!